Üdvözöllek benneteket! Most induló videósorozatunkban a törtek osztásáról tanulunk. Bevezetőként nézzük, mi a teendő, ha két törtet szeretnénk elosztani. A feladatunk így szól, 8-15-öd osztva 4 5 -ddel. Felhasználjuk azt a szabályt, melyet a törtek szorzásakor már tanultunk. Két tört hányadosa, ami esetünkben egy olyan tört, Melynek a számlálója az aktuális számlálóknak a hányadosa, tehát a mi esetünkben 8 osztva 4-jel, míg a két törtnek a nevezője a meglévő nevezőknek a hányadosa, vagyis a mi esetünkben 15 osztva 5-tel. Ha külön-külön elvégezzük ezeket az osztásokat, 8 osztva 4-jel az 2, és 15 osztva 5-tel az 3. Így megkaptuk, hogy ennek a két törtnek a hányadosa, Kettő harmad. Ugyanennek a szabálynak a segítségével próbáljuk megoldani a következő feladatot. 7 tized osztva 21 25 -öddel. Próbáljuk meg elosztani a két számlálót, 7 osztva 21-jel, illetve a két nevezőt, 10 osztva 25-tel. Azt látjuk, hogy sem a számlálókat, sem a nevezőket nem tudjuk elosztani. Ilyen esetben a két tört osztását úgy végezzük el, hogy átalakítjuk szorzásra. Nézzük ennek az átalakításnak a lépéseit. Vegyük ugyanezt a feladatot. 7 tized osztva 21-25-del. Amint már említettem, most nem osztunk, hanem átalakítjuk szorzással. Mégpedig úgy, hogy az első törtet lemásoljuk, vagyis a mi esetünkben ez a 7 tized és ezt megszorozzuk a második tört reciprok értékével. Tehát szorozni kell egy reciprok értékkel, amely számunkra még ismeretlen fogalom. Nézzük akkor, mielőtt folytatnánk tovább a feladatot, hogy mi is az a reciprok érték. A reciprok érték valában nem más, mint amikor a tört számlálóját és nevezőjét megcseréljük. Gyakoroljuk be a reciprok értéknek a fogalmát, Fölsoroltam ebben a táblázatban három értéket, három törtet. 3 negyed, 1,58 és 8. Keressük ezeknek a reciprok értékét. Az első esetben a 3 negyednél megcserélem a számlálót és a nevezőt, eddig a nevező 4 volt, most a számláló lesz a 4, eddig a számláló 3 volt, most a számláló lesz a 3. Vegyes tört esetében először átalakítom őket, 1x8 az 8, plusz 5 az 13, tehát ez a 13 nyolcad, és így cserélem meg a számlálót és a nevezőt, ez lesz tehát a 8 13 -ad. Anélkül, hogy átalakítanánk áltörté, a vegyes törtet is rögtön ki tudjuk számítani, illetve föl tudjuk inni a reciprok értékét. Hogyan? A nevező a 8, ezt rögtön fölírjuk a számláló helyére, és amint számolunk, 1x8 8, plusz 5 az 13, azt írom a nevező helyére. Utolsó példánkban egy természetes szám a 8, melyet hátalakítok törti, az lesz a 8 egyed, és itt könnyűszerrel ki tudom cserélni a számlalót és a nevezőt, tehát a 8-nak reciprok értéke az 1 8 -ad. Anélkül, hogy átalakítanám törté, úgy szintén tudom írni a reciprok értékét, mégpedig úgy, hogy a 8-at írom a nevezőként, és a számláló helyére írok csak egy egyest. Miután megismerkedtünk a reciprok értékkel, visszatérünk a feladatunkhoz. Ott álltunk meg, hogy az első törtet lemásolom, osztás helyett szorzást írok, és a második törtnek, a 21-25-nek számolom a reciprok értékét, ha megcserélem a számlálót és a nevezőt, ez lesz a 25-21-et. Miután a feladatot átalakítottam szorzattá, Próbáljuk meg egyszerűsíteni. Nézzük az egyik ágon 7 és 21, mindkét számozható 7-tel, 7-ben a 7 megvan egyszer, 21-ben a 7 megvan háromszor. A másik ágon a 10 és a 25 mindkét számozható 5-tel, 10-ben az 5 megvan kétszer, 25-ben az 5 megvan 5 ször Tovább nem tudok egyszerűsíteni, így az új számlálókat, ha összeszorzom, 1-5 az 5, a két új nevezőt, ha összeszorzom, kétszer három az hat, tehát a két tört hányadosa öt hatod. Következő példánkban úgy szintén két törtet osszunk el, azzal a különbséggel, hogy most egy picivel nagyobb számok szerepelnek. Mivel láthatjuk, hogy számlálókat, nevezőket külön-külön nem tudjuk elosztani, alakítsuk át az előző szabály szerint az osztást szorzattá az első törtet lemásolom, az lesz a 35 44 -ed. Osztás helyett szorzást írok, és a 49 55 -nek a reciprok értéke az 55 49 -ed. Próbáljunk meg egyszerűsíteni. Az egyik ágon a 35 és a 49 mindkét számozható 7-tel, 35-ben a 7 megvan 5-ször, és 49-ben a 7 hét megvan 7-szer. A másik ágon szinte adja magát, hogy a 44-et és az 55-öt elosszam 11-jel, 44-ben a 11 megvan 4-szer, és 55-ben a 11 megvan 5-ször. Tovább nem tudok egyszerűsíteni, figyeljünk arra, hogy a 25 ös nem tudom leegyszerűsíteni, hiszen mind a kettő számláló. Így azt teszem, hogy összeszorzom a számlálókat, 5 x az 25, összeszorzom a nevezőket, 4 x az 28, és ez lesz a végeredmény. Nézzünk még egy ilyen feladatot. 72.85-öt osszuk el 18.25-tel. Ha megnézzük a számlálókat, a 72-t el tudom osztani 18 al viszont a 85-öt nem tudom elosztani 25-tel, így úgy szintén, mint az előző két feladatban, az osztást átalakítjuk szorzattá hogyan alkalmazzuk az előző szabályt. Az első törtet lemásolom, ez a 72.85-öd. Osztás helyett szorzást írok, és a 18 25 ödnek számolom a reciprok értékét, ez lesz a 25.18-ad. Haladjunk tovább az egyszerűsítéssel. Amint már említettem, a 72-t el tudom osztani 18-szal. 72-ben a 18 megvan 4-szer, 18-ban pedig 1 míg a másik ágon azt látjuk, hogy 5 végződő számok találhatók, tehát biztos hozhatók 5-tel. 25-ben az 5 megvan 5-ször, míg a 85-ben az 5, számolhatom úgy is, hogy 50 és 35-re fölmondtam a 85-öt, 50-ben az 5 megvan 10-szer, 35-ben 7-szer, tehát az 17. Tovább nem tudok egyszerűsíteni, ha összeszorzom a számlálókat, 4 x 5 az 20, Összeszorzom a nevezőket, 17 x 1 az 17. Vegyük észre, hogy a számláló nagyobb, mint a nevező, tehát vegyes törté átalakítható. 20-ban a 17 megvan egyszer, a maradék 3, nevezőt csak lemásolom, tehát a végeredményünk 1,317-et. A folytatásban, miután megtanultunk két törtet elosztani, nézzük mi a teendő, hogyha három törtet szeretnénk elosztani. Abban az esetben, hogyha egy feladaton belül két osztás is szerepel, először is sorrendben az első osztást végezzük. Ez azt jelenti, mintha az első két tört, illetve az osztás egy külön zárójelbe szerepelne. Oldjuk meg először is az első osztást, alakítsuk át szorzattá. Az első törtet lemásolom, 72 per 385, osztás helyett írok szorzást, és a 3 hetetnek számolom a reciprok értékét, az lesz a 7 harmad. Haladok tovább, a következő osztást is rögtön át tudom alakítani szorzattá, hiszen úgymond az első törtet lemásoltuk, igaz, hogy még nem szoroztuk őket össze. Az osztás helyett írunk szorzást, és a 6 11 írom a reciprok értékét, tehát a 11 hatodat. Innentől kezdve megszabadultunk az osztástól, és csak össze kell szorozni ezt a három törtet. Tudunk egyszerűsíteni. Tetszőleges sorrendben indulhatunk. Én először is a 72-t és a 3-at egyszerűsítem, hiszen a 72-ben a 3 megvan 24-szer, 3-ban a 3 pedig egyszer. Ezt a 24-at a következő lépésben rögtön egyszerűsítem 6-tal, 24-ben a 6 megvan 4-szer, 6-ban a 6 megvan egyszer. A folytatásban jó lenne, hogyha a 385-öt akár 7-tel, akár 11-jel lehetne egyszerűsíteni. Próbáljuk meg a 385-öt és a 7-et. Fölbontom a 385-öt 350-re, ami ugye osztható 7-tel, és 35-re, ami úgy szintén osztható. 350-ben megvan 50-szer, 35-ben 5-ször, tehát mindkét számot elosztom 7-tel, 385-ben meg lesz 55-ször, 7-ben a 7 pedig megvan egyszer. És a végén már nem nehéz észrevenni, hogy az 55-öt és a 11-et úgy szintén tudom osztani 11-jel. 55-ben a 11 megvan 5-ször, 11-ben a 11 pedig megvan egyszer. Nem tudok tovább egyszerűsíteni, ha összeszorzom a számlálókat, 4-et kapok, ha összeszorzom a nevezőket, 5-öt kapok, tehát a végeredményünk 4 5 -öt. És utolsó feladatunként nézzük, mi van akkor, hogyha négy törtet szeretnénk elosztani egymással. Hasonlóképpen, mint az előző feladatnál, csak az első osztást kell úgymond zárójelbe hiszen ez a legfontosabb. És ha meg szeretnénk oldani az osztást, vagyis átalakítani szorzattá, az első törtet lemásolom, az lesz a kettőharmad, osztás helyett írok szorzást, és a 8-9-ednek számolom a reciprok értékét, az lesz a 9-8-ad. Úgy szintén a feladaton belül a következő osztást is át tudom alakítani szorzattá. A 15-16-odnak veszem a reciprok értékét, az lesz a 16-15-öt. Még egy osztás van, azt is átalakítom szorzássá. 8-25-ödnek veszem a reciprok értékét, az a 25-8-ad. Már csak annyi marad, hogy ezt a négy törtet összeszorozzuk, illetve előtte egyszerűsítsünk. Az egyszerűsítést én először is a 2-vel és a 8-al kezdem, mindkét szám páros, tehát elosztom őket 2-vel, 2-ben a 2 megvan egyszer, és 8-ban a 2 megvan 4-szer. A másik ágban a 3-at és a 9-et 3-mal egyszerűsítem, 3-ban a 3 megvan egyszer, 9-ben a 3 három pedig 3 a következő, amit egyszerűsítek, az a 16 és a 8. Mindkét számot elosztom 8 al Igaz, hogy osztható 2-vel is, 4 el is, de mindig törekszünk a lehető legnagyobb számmal osztani. 16-ban a 8 megvan kétszer, és 8-ban a 8 megvan egyszer. És a végére maradt két olyan szám, ami 5-ösre végződik, tehát osztom őket 5-tel, 15-ben az 5 megvan háromszor, 25-ben az 5 pedig megvan 5 ötször észrevehetjük, hogy találhatunk két hármast, áthúzzuk őket, meg van benne a három egyszer, illetve egyszer, és van még egy egyszerűsítési lehetőség, a négy és a kettő, mindkét számot elosztom kettővel, négyben a kettő megvan kétszer, és kettőben a kettő megvan egyszer. Tovább már nem tudok egyszerűsíteni, összeszorzom a számlálókat, az lesz az 5, összeszorzom a nevezőket, az lesz a 2. Hát az 5 ketted számláló nagyobb, mint a nevező, tehát ezt még átalakítom vegyes történ. 5-ben a 2 megvan kétszer, tehát ez 2, 2-2, a maradék az 5 igaz 1, ez lesz a számláló, és a nevezőt csak lemásolom. Tehát ennek a feladatnak a végeredménye 2, és 1 ketted. Ezzel bevezető leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!